Szélhámost keresnek a Karinti Színházban. A direktor Karinti Márton rendezésében október 28-ától Aszlányi Károly, Péter, avagy Szélhámos kerestetik című vígjátékát játssza a Karinti Színház. Aszlányi Károly, Péter című szélhámos komédiája egy olyan korrupcióba és Panama világba süllyedő Magyarországot mutat be, amelynek kapcsolatrendszerét kizárólag a napi érdekek és a személyes összefonódások irányítják. Péter az üregi család váltóhamisítással megvádolt unokaöccse Amerikába hajózik, börtönbüntetését más üli le helyette. Az Á. Péter azonban kijön a börtönből és az üregi család hathatós támogatásával megkezdi saját üzletének a kiépítését. A két Péternek egy idő után azonban szembesülnie kell egymással és mindazzal, ami körülveszi őket. A szellemes, ironikus érzelmekkel teli komédia egy elfeledett magyar szerző vígjátékának aktualitását tárja a néző elé. Karinti Márton rendező elmondta, szívesen fedezi fel újra a két világháború közötti írók remekeit. Ezt a darabot a 30-as években írták, és csak egyszer játszották, és én előszeretettel fedezek fel két világháború közötti vígjátékot, mert hatalmas a termés. Aszlányit különben is nagyon szeretem szívügyem, hiszen már két darabját fedeztem föl, az egyik az amerikai komédiát tévében, azóta is játsszák, a másik a Hét pofon, amit mi játszottunk. Ez a Péter című darab, aminek az a alcíme, hogy Szélhámos kerestetik, ez pedig egy tipikus a 20. századi átöltözéses szélhámos komédia, ami azt hiszem, hogy pontosan attól izgalmas, hogy rengeteg az áthallás benne a saját korunkkal. Az üregi Demeter figuráját alakító Lengyel Ferenc színész elmondta, a fő gondolat, hogy csak Isten színe előtt felel az ember, ez járja át a játékát, amely mellett az apa-lánya szeretet kap még igen hangsúlyos szerepet. Üregi Demeter vagyok, az üregi család feje, a hatalmas nagy atya, aki az egészet átlátja és átfogja. Nem félünk csak az Istentől, ez az üregieknek az 500 éves jelmondata. Épp ezért ez a mondat sok mindent akar, hogy valóban nem vettem meg semmitől. Egybe tartja a családot, nagyon szereti a lányát, és próbálja egyengetni az útját. Egy félárva lányról van szó, és a család útját is. Etel néni, azaz Demeter sógornője, Murányi Tünde a főpróbán is mosolyt csalt a nézők arcára, csak úgy, mint Baronics Gábor, aki Egont testesíti meg. A színész az alkoholista Gentry figuráját alakítja, szintén mókásan és szórakoztatóan. Számára is minden eljátszott színházi perc élvezet, mondta. Ennek a kvázi mafia klánnak a nagyasszonya, Etel, aki a dolgokon rajta tartja a kezét, és ugye, Marci? És tehát igazából az ő közreműködésével ez az egész konspiráció nem jönne létre. Úgyhogy egy nagy konspirátor, ez szerintem hát eléggé aktuális a mai világban ez a téma, nem? Etelka néni! Á, Egon! Nézd nekem egy nagy pár kanyagot és a stamperli szódák! Igen, aztán nekem... Én egy gentry fiút játszom, aki... úgy gondolom, hogy alkoholista is egyben, nagyon nagy szájú, nagyon harsány, és van egy szerelme a darabban, Klárika, aki viszont beleszeret egy másik férfiba, és én ezt nem bírom elviselni, ezért van is benne egy nagyon komoly jelenet, amikor hull a részegen, én üvöltözöm, és majdnem elfajulnak a dolgok. A szellemes, ironikus, ugyanakkor érzelmekkel teli komédia előadására nagy erőkkel készült a Karinti Színház, újabb elfeledett magyar szerző vígjátékának aktualitását és életképességét bizonyítva.